A nyári szünetben átlagosan több mint 300 000 fiatal végez diákmunkát. A fiatalok gyakran úgy vesznek részt a munkaerőpiacon, mintha rabszolgák lennének, nem egyedi eset, az akár 600 forintos órabér. A Mi Hazánk mozgalom a fiatalok így módon történő kizsákmányolásával szemben kezdeményezi a diák minimálbér gyakorlatának törvényi bevezetését és értékének meghatározását nettó minimum 1250 forintban.